Napjainkban sok szó esik arról, mennyire fontos személyes adataink védelme. A GDPR-ról már biztosan sokan hallottak. Kevés szó esik azonban manapság az adatok offline védelméről, tehát azokról az adatokról, amelyek a készülékeinken tárolódnak. Ha az adatok végleges törlése nem következik be, könnyen eljuthat személyes adatainkhoz készülékünk új tulajdonosra használója. A magyar kormány ezért megalkotott egy újszerű szabályozást az adatok végleges törlésének biztosításához. Fábián Barnának érkezett vendége. Köszönöm szépen, Keszthelyi Nikoletta a vendégem, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Érdekes dolog, ez talán nem lesz haszontalan, ha átismételjük, hogy amikor törlünk valamit a számítógépünkről, rákatintuk a gombra és kírja, hogy Biztosan törli véglegesen, és hogy igenis eltűnik. Valóban eltűnik? Így van, ez egyáltalán nem biztos, hogyha ezekről az adathordozó eszközeinkről, mint az asztali számítógép, mobiltelefon, ugye jellemzően most már ez a gyakoribb, vagy a tabletekről töröljük az adatokat véglegesen, az nem biztos, hogy végleges törlés, hiszen egy hozzáértő szakember bármikor vissza tudja hozni az adatokat. És ugye, ahogy itt hallottuk, valóban uniós irányelv, adatvédelmi szabályok védik a fogyasztókat az adatok terén is, azonban most a Magyar Állam egy praktikus, gyakorlatias védelme nyújt a fogyasztók részére az adatvédelem területén, ugyanis december 1 már minden fogyasztó, aki különböző adathordozókat vásárol, tehát ez, ez magyarul a tablet, mobiltelefon, pendrive, asztali számítógép lehet, azok mellé kell, hogy kapjon egy matricát, amely egy adattörlő matrica tulajdonképpen, egy kóddal ellátva, és abban az esetben, hogyha mondjuk szervizbe viszi azt az adott készüléket, vagy akár tovább akarja értékesíteni, és nyilván személy, adatokat tárol rajta, ezeket az adatokat véglegesen tudja biztosan törölni. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság oldalán található, meg a törlés.hu oldalon ez a segítség, mindössze egy e-mail cím kell, illetve a matricán található kód, amelyet felhasználunk és kapunk egy dokumentumot arról, hogy töröltük az adatainkat. Tehát a kódról le lehet tölteni egy olyan programot, ami véglegesen törli az én adataimat. A, program, a programban be tudjuk írni az adattörlő uh -huh. kódot, e-mail címet, az e-mailünkre megkapjuk az információt, és az e-mailen keresztül kapott információkkal tudjuk törölni véglegesen az adatokat. És mivel december 1-e óta él ez a szabály, ugye a fogyasztóvédelmi hatóságnak kell ellenőriznie azt, hogy a kereskedők átadják -e ezt a matricát a fogyasztók részére, hiszen így kapják meg, akár online vásárolnak, akár pedig a hagyományos kereskedelemben vásárolnak, akár egy okostelefont, kell, hogy kapjanak mellé egy matricát. És ez el, a matricát érdemes ugye megtartani, ugyanis most már gyakorlatilag majdnem fél év eltelt, és elkezdjük intenzíven ellenőrizni a kereskedelmet azért, hogy biztosan minden fogyasztó hozzájusson ehhez az adattörlő szolgáltatáshoz. Eddig csak szerűen ellenőrizte a Fogyasztóvédelmi Hatóság ezt a gyakorlatot. Amikor teszed említeni, hogy meg kell őriznem a matricát, akkor egy matricával folyamatosan több gépen is tudok törölni? Azt az adott, azon az adott, be, az amit a, megvettem, aha. igen, arról tudom törölni az adatokat véglegesen. Hogy is van azt, jogi személyeknek kötelező az adatőr, és magánszemélyeknek meg hát jogában áll? Igen, ez ugye magánszemélyeknek szól, átlagfogyasztóknak van ez a lehetősége, hogy de hát végül is bárki, mert hogyha a vállalkozás vásárolja a, mondjuk a mobiltelefont vagy a tabletet, ő is kap uh -huh. ugye a kereskedőtől, aki például mobiltelefonokat értékesít, egy ilyen adat a törlőmatricát, és lehetősége van arra, hogyha törölje ezt a szolgáltatást. Nyilván ez ugye akkor jó, hogyha rengeteg olyan platform van, ahol magánszemélyek értékesítenek magánszemélyeknek, el akarom adni a mobiltelefonomat, mert már meguntam, vagy bármilyen egyéb okokból, akkor az nagyon jó, hogyha tudjuk biztosan azt, hogy letörlődtek a, az adatok a készülékről, tehát senki nem tud visszaélni vele, vagy akár tényleg, hogyha szervizbe kell vinni, az elég gyakran előfordulhat, és ugye a szervizben mondjuk ne a, vegyék le a fotóinkat, vagy különböző adatainkat, akár ezt is tudjuk törölni a készülékről. Valószínűleg az is a háttérben lehet, hogy nagyon sokan talán önhibánkon kívül is, vagy figyelmetlenségből olyan adatokat is fölviszünk a gépünkre, vagy tárolunk rajta, amit nem biztos, hogy kéne érzékeny Így van, hogy mindannyian kiszolgáltatottak vagyunk, hogy ebben a világban a digitalizáció az már így a hétköznapjaink része, és mindent, minden adatot tárolunk, gyakorlatilag a mobiltelefon a számítógépünk, és éppen ezért a kiszolgáltatottság védelme érdekében, vagy ennek megszüntetése érdekében hozta létre a kormány ezt a szolgáltatást. És még egyébként azt látjuk a fogyasztóvédelmi ellenőrzések során, hogy nagyon gyakran a fogyasztók sincsenek tisztában azzal, hogy mi ez a matrica, amikor megkapják. Éppen azért jó, hogyha a jövőben ezt tudják, hogy ez a kis matrica, egy hologramos matrica egyébként arról szól, hogy biztonságban tudhatják az adataikat később, illetve a készüléket, mert hogy tudják ugye véglegesen törölni az adatokat. Talán ez a beszélgetés is hozzájárul ehhez, hogy hogy minél többen megismerjük, sőt, hát aki idáig nem hallott róla, bár szerintem nem nagyon van ilyen, de nem állt az ismétlés. Van egy ügyvéd barátom, évfolyam volt, ön, és ő mondja, hogy már van konkrét pere ebből, hogy eladott valaki egy laptopot, és olyan adatok voltak rajta, ami hát kellemetlen adat, és megpróbálták zsarolni az eladót vele, hogy nyilvánosságra hozzák azokat a témákat, amik ott voltak. Hát ezért is érdemes figyelni, bár hát nagyon remélem, hogy ez igen, igen ritkán fordul elő, talán nem is olyan sűrű, nes, és ez így van rendjén. Mennyire tudatosak a vásárlók ebből a szempontból? Most nem arról ismerik a matricát, hanem hogy tudják, hogy milyen adatokat tárolhatunk ott, vagy nem, vagy érdemes tárolni. Ugye az évek során azt látjuk, hogy egyre tudatosabbak a vásárlók, akár a fogyasztói jogokat illetően, sőt, most már olyan szabályok is vannak, hogy akár a mondjuk május végétől az adatoktól is elállhatunk, tehát a fogyasztókban is egyre inkább tudatosodik az, hogy az adat az nem ingyenes dolog, hanem az egy érték. Szokom, hogy és hogy a hogyha... ingyen, az adat is értéket képvisel. Igen, és hogyha akár adatokkal fizetünk, tehát e-mail címet adunk meg, vagy bármilyen adatunkat, és ingyenesnek mondják a szolgáltatást, az sem biztos, hogy ingyenes, hiszen adatainkat kiadtuk mondjuk az adott cégnek. És éppen ezért fontos, tehát hogyha telefonon, tableten, bárhol tároljuk az adatainkat, úgy ne adjuk tovább egy másik felhasználónak, vagy tovább értékesítjük, vagy akár a szervizbe is, hogy ott vannak ezek, a, ezek az adatok a, a telefonon, vagy a, a tableten, hanem érdemes ezt a szolgáltatást kihasználni, hiszen az állam ingyenesen nyújtja a kereskedőknek kötelezettsége átadni a fogyasztó részére. Ha esetleg, hiszen úgy említettem, hogy december 1-től él ez a kötelezettség, kötelezettsége a kereskedőknek, ha valaki így hallja ezt a műsort, és nem kapta meg december óta vásárolt egy mobiltelefont, akkor menjen vissza a kereskedőhöz, hiszen neki kötelezettsége átadni ezt a matricát. És mi van akkor, hogyha használtam, veszek valamit, akkor ezt hogy tudom ellenőrizni? Mert nyilván egy magánszemélynek nem kötelezettsége adni egy ilyen matricát. A használt, használt telefonok értékesítése során, ugye ott jellemzően magánszemélyektől Igen. vásárolunk, ott nem én vagyok a szolgáltatott fogyasztó, hanem az, aki, aki átadja ezeket az adatokat, ez a szolgáltatás akkor él, hogyha egy új telefont vásárolunk Érte. kereskedőtől és december elsejétől. Helyettes államtitkár azt, nagyon szépen köszönöm, és tényleg őszintén remélem, hogy ez a beszélgetés is segített arra, hogy vigyázzunk és törőjünk, amit, amit csak lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.